egy orvos házas pár egy Németországban élő magyar és kint Németországban praktizáló oltatlan orvos házas párval a nehézségeikről, azokról a gondokról, amelyek abból fakadnak, hogy nincsenek beoltva. Készítettek egy Facebook csoportot, illetve kettőt, mert az elsőt letiltották, letiltotta a Facebook, aztán valahogy megkerülték, sikerült más beállításokkal, vagy nem olyan konkrét címadó témákkal megkerülni azt, hogy mégis beengedje a Facebook a saját rendszerébe, így létre tudtak hozni egy csoportot az oltatlanok számára. És megtörve, kissé megtörve beszél arról, hogy milyen nehézségek, milyen megszorítások következnek Németországba az oltatlanokra, illetve hogy mennyire afelé hajlik az egész, milyen durván, hogy kötelezővé tegyék az oltatlanok számára az oltást. És ez az orvos rengeteg levelet kap, ahol segítséget kérnek az oltatlanok, és nagyon helyesen elmondja azt, hogy ne tőle várják a megoldást, viszont másik felől azt is elmondja, hogy ő is csak egy egyszerű ember, mint mindenki más, aki pont ugyanazokkal a nehézségekkel kell szembenézzen, amelyekkel mindenki szembe kell nézzen, aki nincsen beoltva ott Németországban, de azt hiszem, hogy ezt globálisan kiterjeszthetjük ma az egész világra. És azt is elmondja ebbe a videóban, hogy ezt a csoportot azért hozta létre, mert úgy érzi, úgy gondolja, hogy az emberek önmaguk kell a megoldást megtalálják, mert minden eset egyedi, minden ember egyedi, ezért minden ember egyedileg kell a megoldást találja, hanem a csoport arra szolgál, hogy egymásnak tanácsot tudjanak adni. Aztán beszél a hírek beengedéséről, hogy mennyire kellenek ezek. Na mindezekre a kérdésekre, mivel nem kértem engedélyt tőlük arra vonatkozóan, hogy bejátszhatom-e a videójukat, mert sokkal szívesebben tenném azt, hogy bejátszom a videót, és reflektálok az egyes mondatokra, az egyes mondanivalókra, ezért nem teszem meg, hanem ez csak így szóban, hogy ne sértsem meg őket ebben. Viszont én ettől függetlenül el tudom mondani azt, amit a lélek sugal számomra a videó kapcsán. Mi a baj? Tehát az a baj, hogy az oltatlanok, és mindenki jól figyeljen, mert ez a kulcs, ez lesz a kulcs a jövőben, és aki ezt nem érti meg, az nem fog tudni megmenekülni. Az a baj, hogy a megoldást önállóan keresik az emberek, és ez a doktor is, önállóan akarja a megoldást a rendszerben. Egy hozzászólásba le is írtam a videó alá, hogy vegyük észre, hogy ez a rendszer elbukott. Az orvostudomány elbukott. Ugye egyszer ezt mondják, máskor azt mondják, megcáfolják önmagukat, tehát látszik, hogy ők ma már az orvostudomány nem az igazságot szolgálja. Azt is leírtam, hogyha visszavezetjük, hogy akkor nem találjuk meg azt a pontot, amikor elment rossz irányba, mert ugye csak egy úton ért a tudomány oda, ahol most van, tehát ebből következik, hogy valószínűleg, hogy soha nem szolgálta a jó oldalt, akkor sem, amikor azt hittük, hogy a tudomány, az orvostudomány és minden tudomány a jó oldalt szolgálja. Ha erre rájövünk, hogy az orvostudomány ma ezt belátjuk, ezt valahogy a lélek át tudja az elménken préselni, hogy ez eljusson a tudatunkig, hogy valójában az orvostudomány nem a jó oldalt szolgálja ma, akkor azt is láthatjuk, hogy nincs ma olyan földi rendszer, szervezet, amely intézmény, amelyek az igazság oldalán állnának, hiszen mindegyik hivatalos szerv és szervezet és intézmény ugyanazon az oldalon áll, ahol az hivatalos orvostudomány áll. Ha belátjuk, hogy az orvostudomány nem a jó oldalt szolgálja ma, akkor beláthatjuk, hogy a
tanügyi intézmények nem a jó oldalt szolgálják, hisz ugyanazon az oldalon állnak, mint az orvostudomány. A politikai intézmények, maga a politika, a vezetés, a pártok nem a jó oldalt szolgálják, hiszen ugyanazon az oldalon állnak, ugyanazt kommunikálják, amit az orvostudomány. Az egyházi intézmények nem a jó oldalon állnak, hiszen ugyanazon az oldalon állnak, ugyanazt kommunikálják, mint az orvostudomány. Tehát nem is kell észhozzás, nem is kell logika sehoz, nem tudom, hogy ez hogy nem jön át az embereken, hogy belássuk, hogy észrevegyük, hogy az összes intézmény, az összes szervezet, a rendszer összes alkotó eleme ugyanazt az oldalt szolgálja. Ebből következtethetünk, és szerintem nem is kell nekünk következtetni, hiszen szerintem mindenkin keresztül kell, hogy menjen, és mindenki kell, hogy ezt érezze és felfogja, hogy ez a rendszer így unblock, elbukott. Tehát ez a rendszer nem a jó úton van. Ez a rendszer a széles úton száguldozik a szakadék fele. Miért nincsen alternatív megoldás ezekre a kérdésekre? Nagyon egyszerű a válasz. Azért nincsen alternatív megoldás ezekre a kérdésekre, mert az alternatív megoldások, azok az emberek, akik keresik a kiútat az oltás elől, azok az emberek a széles úton keresik, azon az elbukott úton, abban a rendszerben, amely elbukott, abban a rendszerben keresi a megoldást. És ebben a rendszerben, ha én ezzel együtt akarok haladni, ha én ebbe a rendszerbe akarok élni, ha én azokat a szolgáltatásokat, azokat a lehetőségeket akarom kihasználni, és azokkal a lehetőségekkel akarok, azokkal a szolgáltatásokkal élni, amit ez a rendszer nyújt, csak oltás nélkül, én a rendszerben vagyok. Valaki írta egy hozzászólásban, hogy ő készül a rendszert elhagyni, és dolgoznak azon, dolgozik, hát gondolom, hogy ő és a családja, ugye a kedves párja, ő meg a gyerekei, hogy kilépnek a rendszerből, és hozzászólásba írtam neki válaszként, természetesen nem jött rá válasz, de nem is várom, hiszen elég, hogyha az üzenet elír hozzá, és ha egy kicsit megnyitja az elméjét abba az irányba, hogy talán tényleg el kell valamin gondolkozni. És ezt mindenkinek üzenem, aki ezt a fajta alternatív megoldást választja, hogy kimenjen mondjuk egy tanyára, hogy kiváljon ebből a rendszerből. Azt írtam ebbe a hozzászólásba, és kérdem mindenkitől, aki errefelé hajlik, ezen gondolkozik, hogy a városból kilépjen az erdőbe, és ott találjon magának menedéket és megélhetést, hogy ő az, aki egy tanyára akar költözni, mit akar megvalósítani? Nem-e azt a komfortot, amit a fenevad rendszere kínál? Nem-e azt a kényelmet? Nem-e azokat a szolgáltatásokat akarja ő magának használni? Internet, tévé, telefon, stb. Nem-e ugyanazt a kényelmet, ugyanazt a komfortot, ugyanazokat a hazugságokat akarjuk megvalósítani mi a tanyán, amit a rendszer kínál számunkra? Ha mi ugyanazt akarjuk csinálni a tanyán, amit addig is csináltunk a városba, akkor mi nem szabadultunk ki. Mi rabjai vagyunk ezeknek az igényeknek, ezeknek a mesterséges igényeknek, ami minket ebbe a világba tart. Ami ebbe a rendszerbe tart. Na így van ez az alternatív megoldásokkal is. Tehát az, aki ezen a széles úton akar maradni, a rendszerben akar maradni, a munkahelyén akar maradni, ezeket a szolgáltatásokat akarja, csak oltás nélkül az a rendszerben van. Csak úgy tudunk megszabadulni ettől a rendszertől, hogyha belátjuk, hogy mi nem kell függjünk a rendszertől. Rendszertől függetlenné válni csak úgy lehet, hogyha elhisszük, hogy nekünk nem kell függni a rendszertől. Aki a rendszertől függ, oltva vagy oltatlan, alternatív megoldásokkal, vagy főáramú megoldásokkal, mindegy, ő a rendszerben van,
el lesz veszve, és egészen addig hatással lesz a rendszer rájuk, amíg ez rá érvényes. És akkor ugye volt egy olyan, de mielőtt rátérnék a következő témára, ami ebbe a videóba volt, hát itt elmondom, hogy az első probléma ugye az volt, hogy egyedül kell mindenkinek ezzel megküzdenie. Hát nem. Tehát az üzenet az, hogy nem. Van megoldás, és mégpedig a megoldás az, hogy nem egyedül. De nem is csoportba szerveződve, mert ezt emberileg már nem lehet megoldani. Miről van szó? Amint az elején is mondtam, és szerintem mindenkinek átment, és meg kellett, hogy értse azok alapján, amit mondtam, hogy ez a rendszer elbukott. Ettől a rendszertől már nincs mit várni. Az azt jelenti, hogy nekünk keresni kell egy olyan rendet, amitől van mit várni. És van ilyen rendszer, van ilyen rend. Nekünk a teremtés igazságához kell fordulni, a Jóistenhez kell fordulni, Krisztushoz kell fordulni. Nem egy házon keresztül, nem egy újabb tanításon keresztül, mert ezek a rendszerek, amelyek eddig arra lettek hivatva, vagyis mi azt hittük, elhitették velünk, hogy ők vezetnek minket az igaz életre, az legyen egy szektai, vallási felekezet, bármi. Látjuk, hogy ők is elbuktak mind, mert mind ugyanazt a rendszert követik, azokat az elvárásokat, azokat a törvényeket, azokat a szabályokat, előírásokat, amelyeket a rendszer diktál, az elbukott rendszer. És az egyházak, intézmények, bármelyik is, tanügyi, vagy egyházi, vagy orvosi, vagy bármilyen intézmény, mind-mind ebbe a rendszerben van, ebbe az elbukott rendszerben, és ez a rendszer úgy van elbukva, hogy van együtt. Egyházastól, iskolástól, orvostudományostól, politikumtól, mindennel együtt. Tehát ez egy ilyen elbukott csomag, ettől nincs mit várni. Itt mindegy, hogy kit választasz, jobb oldalt, bal oldalt, elmész szavazni, nem mész szavazni, teljesen mindegy. Ez szavazattal, szavazat nélkül, ez mindenképpen el van bukva. Ha az egyik kerül fel, ha a másik, teljesen mindegy. Amikor két politikai párt versenk, hogy melyik kerüljön feljebb, és az emberek szavaznak és szurkolnak, hogy most ez a párt legyen feljebb, vagy az legyen a vezető, most ez kerüljön hatalmon, az kerüljön, teljesen mindegy. Ez olyan, mint amikor a paráznaságban pozitúrát változtat a két fél, egyszer egyik van felül, a másik, máskor a másik van alól, de együtt élvezkednek, együtt paráználkodnak. Az a paráznaság, amit elkövetnek, azt együtt követik el. Teljesen mindegy, hogy melyik van felül és alul. Nem? Egy aktushoz két ember kell. És teljesen mindegy, az aktusban, hogy ki van felül, vagy ki van alól, mert egyszerre élveznek, egyformán élvezik. Ennyi egy választás. Aki elmegy választani, csak arra szavaz, hogy most éppen ki legyen felül abba a pozícióba, abba a pozitúrába. Hát ha csak kicsit is gondolkozunk, ugye ebbe a zárójelbe, a választások folyamán, hogy mit változtatott az, hogyha egyik vagy másik került felül. Ha bármelyikük igaz lenne emberi igazságszolgáltatás szempontjából, tehát az emberi igazságok szerint, az emberi értékrendek szerint, ha bármelyik valóságos lenne és igaz lenne, a másikat az, aki alatta van, rögtön eltüntetni a süllyesztőben. De hát mi magunk is látjuk, azok, akik a híradót követtük, mert sajnos eddig én is követtem. Hála Istennek rájöttem, hogy most már nem kell nekem híradó, mert rájöttem, hogy én a kárhozatba taszítom saját magam, hogyha nézem a híradót. Mindjárt elmondom azt is, hogy miért. Ha valamelyik párt is igaz lenne, és ők nem együtt, nem az lenne igaz, hogy ők együtt paráználkodnak, hát rögtön börtönbe juttatta volna a másik felet. De nem ez történt. Hát olyan, tényleg olyan bűncselekmények történtek, olyan egyértelmű bűncselekmények bármelyik oldalon, amikor az az oldal volt hatalmon, ami eget kiáltó, égbe kiáltó. Tehát ezt azt hiszem, hogy mindenki belátja, és mindenki elhiszi, aki ezt hallgatja, de nem történik meg torlás. Mindig csak ígérgetik, hogy majd
ide juttatjuk, oda juttatjuk, így lebuktatjuk, kibuktat lekit. Kibuktat lekit. Amelyik alul van, azt, amelyik felül vagy, amelyik felül van. Hát együtt csinálják, könyörgöm. Lehet szavazni nyugodtan. Ez a rendszer el van bukva. Ez a rendszer el van bukva, ezért nekünk ebben a rendszerben, tehát aki meg akar menekülni, ebbe a rendszerbe nincsen, amit kezdje. Viszont van. Van igazság, van igazsága, hova lehet fordulni, és lehet a rendszeren kívül lenni. És aki tényleg gyermekké tud válni, annak nem kell félnie attól, hogy mi lesz holnap. Csak a felnőtt ember fél attól, hogy mi lesz holnap. És most szülőkhöz szólok, mert az, akinek van gyereke, az el tudja képzelni azt, hogy miről van itt szó, miért mondja azt Krisztus, hogy legyetek olyanokká, mint a gyerekek. Mondja a Máté evangéliumában azt, és ezt szívesen fel is olvasom, és el is mondom. Ezt már sokan elmondták, csak úgy érzem, hogy nekem is muszáj ezt elmondanom, hogy hát, ha ezáltal is plusz egy emberhez legalább eljut a mondandó. Tehát hogy viselkedik a gyermek? Azt mondja, azért mondom néktek, ne aggodalmaskodjatok a ti életetek felől, mit egyetek és mit igyatok, sem a ti testetek felül mibe öltözködjetek, avagy nem többé az élet, hogy nem az eledel, és a test, hogy nem az öltözet. Tekintsetek az égi madarakra, hogy nem vetnek, nem aratnak, sem csűrbe nem takarnak, és ti mennyei és a ti mennyei atyátok eltartja azokat. Nem sokkal különbek vagytok-e azoknál. A gyermek nem ilyen? A ti gyermeketek, akinek van gyermeke, gondolkodik-e azon, hogy mibe öltözködik, vagy mit eszik meg? Lesz-e meleg ruhája télen? Lesz-e fedél a feje fölött? Gondolkozik-e egy gyerek ezeken a dolgokon? Nem gondolkozik. Miért? Mert bízik az ő szülőjébe. Bízik abban, hogy aki őt létrehozta, úgymond, emberi, most emberi síkon gondolkozva, aki őt létrehozta, az gondoskodik róla, és neki semmi hiányba nem lesz része. Na most képzeljük el, ha mi emberek így tudunk gondoskodni a gyermekeinkről, ahogy itt le van írva, mennyivel inkább a mennyei atyánk tud rólunk gondoskodni, hogyha mi hozzáfordulunk, és tőle várjuk a segítséget, nem a rendszertől. Mert ma már kiderült, hogy nincsen arany középút, csak két út van. Vagy az elbukott rendszerben maradunk, alternatív megoldása, oltása, oltás nélkül teljesen mindegy. Vagy az elbukott rendszerben maradunk, vagy pedig, ez a széles úton van, vagy pedig ugye a keskeny úton. Máté evangélium 7. fejezetében, a következő fejezetben, ír erről a két útról, azt mondja, menjetek be a szoros kapun, mert tágas az a kapu, és széles az az út, amely a veszedelemre visz, és sokan vannak, akik azon járnak. Tehát nekünk a szoros kapun kell bemenni, mert tágas az a kapu, és széles az az út, amely a veszedelemre visz, és sokan vannak, akik azon járnak. Na ez a rendszer. Ez. A széles kapu. Azt mondja, hogy mert szoros az a kapu, és keskeny az az út, amely az életre visz, és kevesen vannak, akik megtalálják azt. Tehát azok, akik a rendszerbe, az alternatív megoldásba keresik önállóan a megoldást, és egyedül agyalnak azon, azok nem tudnak bemenni a szoros kapun, mert mit mond? Mert szoros az a kapu, és keskeny az az út, és itt van a lényeg, amely az életre visz, és kevesen vannak rajta, és kevesen vannak, akik megtalálják azt. Tehát, és kevesen vannak, akik megtalálják azt. Miért vannak kevesen, akik megtalálják azt? Azért vannak kevesen, akik megtalálják ezt, mert a híradón van a tekintetük. Hogy működik az elme? Az elme úgy működik, tehát mi ésszel gondolkozunk, az elménk az, ami,
az elme az, ami, amin keresztül a lélek is meg tud nyilvánulni, mert nekem, amit én most mondok, azt nem elméből próbálom mondani. Ezért a lélek át kell vigye az elmébe, az elme ezt meg kell értse, fel kell dolgozza, és ki kell mondja a szájon keresztül, így válik hallhatóvá az igazság. És ha el van foglalva az elménk egy információ áramlással, mondjuk ami a tévéből jön, akkor a lélek nem tud áramolni, tehát a lélek nem tudja az információt közvetíteni, mert a csatornát lefoglaltuk. Úgy képzeljük el, mint a tévét, hogy a tévéből is számtalan csatorna tud jönni, ugye akárhány száz csatornát fogunk most ma egy tévén, de ha lefoglaltam én a sávot, egyszerre csak egyet tudok nézni, ugye? Tehát azt a sávot lefoglaltam azzal az adással, és akkor hiába van ott a többi, az nem jön át a tévén, pedig egyszerre jön a jel, ott van minden, de nem jön át, mert lefoglaltam a sávot azzal a csatornával, amit nézni akarok. Ez valahogy nagyon sarkosítva így néz ki az emberben is. Ha én lefoglalom a csatornát azzal a fenevad képével, a szennyel, ami jön a tévéből, médiából, akkor nem tud a lélek üzenete átjönni. Amikor az ember hagyja, hogy a lélek az üzenetet áttolja az elmébe, akkor az ember elkezdi látni az igazságot, és akkor kezdi hallani azokat az utasításokat, parancsokat, amit maga Krisztus személyesen közvetít az ember felé, lélek által. Így kaptam én meg azt a parancsot, hogy ne nézzek többet híradót, és ne olvassak többet cikkeket, mert ahhoz, hogy én ezeket el tudjam mondani, nekem üres kell legyen a csatornám, hogy a lélek át tudja préselni az elmémbe az információt, hogy én el tudjam nektek mondani. Ha én cikkekkel, filmekkel, sokan mondják, hogy van, az én gyerekem csak ártatlan meséket néz, én csak ártatlan film, milyen jó a Discovery Channel, hát ezek a National Geographic, mert ugye ezek ilyen dokumentum jellegű, tehát ilyen tanító, meg nem, nincs ilyen, nincsen ártalmatlan. Mert mindegyik arra jött létre, hogy az elménket lefoglalja, hogy ne halljuk meg a lélek hangját. Innen is lehet tudni, hogy ez a világ, a fenevad világa, a fenevad rendszere. Miért vannak karácsonyi fények? Hogy elkápráztassanak bennünket, hogy lefoglalják a csatornánkat, hogy mi ne is gondoljunk arra, hogy nekünk lehet, jöhet más fény, egy igazi fény, egy olyan fény, ami valóban világít. Jön egy napszél, ez nem fog világítani. Jön egy áramszünet, ez nem fog világítani. Viszont a valódi fény világít. És a valódi világiság nem az, ami ezekből a ledekből jön. Ez hazugság. Az is kár, hogy ezt fénynek hívjuk. Mert ezt a fényt, ezt a nem szabadna fénynek, világosságnak hívjuk ezt a ami így, ilyen szinten világít, mert a valódi világosság az nem ez. Ez is csak egy hazugság. Egy álca. Álcázzuk a valódi fényt, vagyis elfedjük, eltakarjuk a valódi fényt. Azért mondom ezeket, hogy világos legyen, hogy ebben a rendszerben, ezen a szoros kapun, ebben a rendszerben, ezen a széles kapun bemenve, ugye nincsen megoldás. Tehát aki a széles úton keresi a megoldást, az a rendszerbe keresi a megoldást, és ez a rendszer elbukott. Ez a rendszer száguldozik a szakadék felé. És aki ebbe a rendszerbe marad, mindegy, hogy oltással vagy oltás nélkül, együtt száguldozik a szakadék felé, a rendszerrel együtt. Aki ebbe a rendszerbe hallelujázik, ebbe a rendszerbe imádkozik, az hallelujázva, imádkozva megy a szakadékba, a megsemmisülésbe. Mert ez a rendszer a megsemmisülésre van ítélve, mert a hazugság az nem örök. Egy örök van, és az az igazság. És aki benne marad ebbe a hazugságba, az benne marad ebbe a kárhozatba. Aki kilépik a hazugságból, az átlépik az igazságba. És nagyon jól látszik ebbe a videóba, hogy ez a doktor elmondja, az a tanácstalanság,
hogy mit tegyünk, hogy nem látják a kiutat, természetes, mert nincs arany középút. Az a semmi. Az arany középút a semmi. És most látszik, hogy a rendszeren kívül, a rendszerben élők számára nincsen semmi. Nincs semmi. És teljesen mindegy, hogy Tanyán vagy, vagy egy Metropolis kellős közepén, mert nem attól van valaki a rendszerbe, vagy nem attól van valaki a rendszeren kívül, hogy benne van egy városba, vagy ki van költözve egy tisztásra, egy erdő közepére. Nem, az erdő közepén is benne lehetek a rendszerbe, és a Metropolis kellős közepén is lehetek a rendszeren kívül. És elhihetjük azt, hogy a Teremtő nem fog minket magunkra hagyni, és fog minket ruházni, etetni, bármi. Ami jött, azt szerintem elmondtam. Úgyhogy örülök, hogy elmondhattam, és még egyszer az üzenet lényege, hogy mindegy, hogy, de ha a rendszerben akarjuk megvalósítani önmagunkat, akkor mi a rendszerrel együtt a széles úton zuhanunk a szakadék felé, sétálunk a szakadék felé, a megsemmisülés felé, és ennek nincs értelme. Úgyhogy köszönöm, hogy meghallgattatok. Isten áldjon benneteket. Sziasztok!